Vizsgálatot kezdeményez a magyarországi demokrácia és jogállamiság állapotáról az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen ma elfogadott határozat szerint súlyosan romlott a helyzet Magyarországon, ezért azt kérik, hogy az Európai Unió indítsa el az alapszerződés 7. cikkelye szerinti eljárást. Felszólítják a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel és civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket, és állapodjon meg az amerikai hatóságokkal a CEU ügyében. Felszólítják továbbá az Európai Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze az uniós források magyar kormány általi felhasználását. A következő lépésben az EP Emberjogi Szakbizottsága véleményt készít elő, amelyről ismét szavaz a plénum. Ezt követően kerülhet az ügy az Európai Tanács elé, amely tárgyalást kezdeményez a magyar kormánnyal, de végső esetben minősített többséggel akár szankciókról is dönthet. A Fidesz-KDNP állásfoglalásban tiltakozott a döntés ellen, szerintük felháborító az EP baloldal által kezdeményezett határozata.